Tábla hirdeti a most még gazos területen, hogy itt épül meg Szexád új tudás központja. Mutatjuk a látványterveket. A volt laktanya helyére tervezett 5700 négyzetméteres ingatlanban 2500 négyzetméteren interaktív látogatóteret alakítanak ki az I. és Gyula megyei könyvtárnak. A megyei levéltár pedig 1700 négyzetméternyi területen kap helyet itt, de hatalmas közösségi tér is lesz az épületben, és 62 új parkolót alakítanak ki előtte. A Modern Városok program részeként épülő komplexum kivitelezése hamarosan el is kezdődhet, és a tervek szerint 2022-re készül el a beruházás. Ezt átcseresve a város polgármestere mondta az ország leghallgatottabb rádiócsatornáján. Van egyik dolog, amit mindenképp figyelembe kell venni, hogy a talajszint az lejjebb van, mint a járószintje, tehát feltölteni kell először magas a talajvíz, számolni kell, tehát egy elég érdekes megoldás lesz, de én azt gondolom, hogy 2022-re be lehet fejezni a tudásközpont építését. De nem csak a tudásközpont alapzatának építésekor használnak majd különleges megoldást a szakemberek, hanem a falakon belül is. Az ideköltöző megyei könyvtár területét ugyanis egy Tolna megyében eddig még nem alkalmazott technológiával alakítják ki. Egy teljesen új megoldást találtunk ki közösen a tervezőkkel, a könyvtár résznek a, a működésére, tehát nem szintenként lesz a könyvtár, hanem egy nagy tároló lesz a földszinten, mert nagyon nagy a súlya, és így akkor nagyon erős fölén kellene, így most tulajdonképpen a földszintről indul, és minden emeletnél majd lesz lehetőség könyvek megtekintésére, de nem hagyományos módon, hanem egy központosított tárolórendszeren keresztül. A szexuális tudásközpont esetében december 4-én zárul le a közbeszerzési eljárás, a munkálatok pedig ezt követően indulhatnak el, a kész pedig 2022-re készülhet tehát el.